Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: én kaptam minden hatalmat a mennyben és a földön. Ezért most menjetek el, tegyetek tanítványommá minden nemzetet, kereszteljétek még őket az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ezek az evangélium igé. Krisztusban szeretett testvéreim, Szent Pál apostol az efezusiakhoz írva, és így minden kereszténynek üzenve egy imádságot mond értünk. Urunk Jézus Krisztus Isten, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Isten Jézus Krisztus Istenének nevezi Pál. Ezt jól kell érteni. Nem úgy Istene, mint nekünk. Hiszen az Úr Jézus nagyon megkülönbözteti az ő viszonyát az Istenhez, és a mi kapcsolatunkat Istenhez. Azt mondja, amikor imádkoztok, így imádkozzatok, mi atyánk. De ő velünk nem mondja ezt. Neki másképp atya. Föltámadása után azt mondja: most fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, nem a mi atyánkhoz. Én az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. És amikor Fülöp megkérdez, kéri, mutasd meg nekünk az atyát, akkor azt mondja, aki engem lát, látja az atyát. Én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Testvérek, a János evangéliumban mondja ezeket. Ott mond egy másik szót is. Nekem nincs szükségem tanukra. Az én igéim tanúskodnak mellettem. Testvéreim, ezt nem lehet kitalálni. Ha 2000 évvel ezelőtt egy zsidó ember megbolondul, és magát Istennek képzeli. Százszor elmondtam már nektek, de gondoljátok végig. Akkor nem fogja megkülönböztetni magát az Istentől. Akkor azt mondja, hogy én vagyok. És a názáreti Jézus azt mondja: nem, én és az Atya egy vagyunk. És egy fél mondatban sem téved. Nem mondja azt, hogy fölmegyek a mi Istenünkhöz. Nekem másképp atyám, öröktől fogva. Én kijöttem az Atyától a világra, most elhagyom a világot és az Atyához megyek. De ami megdöbbentő, a János evangéliumban van egy olyan mondat, megint kitalálhatatlan. Azt mondja: senki sem mehet fel a mennybe, vagyis az Istenhez. Csak aki a mennyből alászállt, az emberfia, aki a mennyben van. Testvérek, az lehetetlen, hogy egy názáreti férfi kitaláljon egy krisztológiát. Tehát ő az Atyától jött, mondja is: ti alulról vagytok, én fölülről való vagyok. De ha azt képzelné, hogy az Istentől jött és visszamegy az Istenhez, de miért mondja azt, hogy most is ott van? Testvére, erről kell prédikálni. Mert az élet szenvedései megoldhatatlanok. Oda nem ad receptet Krisztus, hanem kinyilatkoztatja nekünk az Isten belső életét, és meghív erre. Mikor lesz már a kereszténység nagy tömege valóban keresztény? Mi a semmiből jöttünk. Nekünk úgy Istenünk az Atya, hogy szólt és lett ez a világ. Mi nem az Istenből jöttünk, hanem a semmiből. De nagy dolog az, hogy ő akart minket.
Nekünk így Istenünk az Atya. Jézusnak nem így Istene. Ő öröktől fogva, mielőtt a világ lett, már szerettél engem. Testvérek, egyszer olvassuk el a János evangéliumot. De úgy, hogy elsírjuk magunkat. Mielőtt a világ lett, te már szerettél engem. Én igaz atyám. Ezért mondjuk a Hiszek egybe született, Szűz Máriától, de nem teremtmény. A személye, az az én, aki beszél az evangéliumban, az az örök Isten második személye. Egy lényegű az atyával és minden általa lett. Tehát a Jézus Krisztus Istene kifejezés nem azt jelenti, hogy őt teremtette az Atya, hogy úgy Istene neki, mint nekünk, hanem azt jelenti, hogy a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott Isten az Atya. Testvérek, de ezzel önmagát is kinyilatkoztatta. Az a csodálatos beszéd, hogy Atyám, dicsőítsd meg magadat. Atyám, dicsőíts meg engem. Ez nem nagy képűség. A dicsőség az Ószövetségben azt jelenti, az isteni dicsőség, hogy ami rejtve volt, az a felszínre kerül. Láthatóvá lesz. Mi kerül a felszínre? A színeváltozáskor. Az, hogy ki-e a názáreti Jézusnak az Atya, és az Atyának ki-e a názáreti Jézus. Tehát az Atya dicsősége ugyanaz, mint az ő dicsősége. Ezzel magát is kinyilatkoztatja. Isten belső életét tárta föl nekünk. Na most testvérek, ez az a pont, amelyre azt mondják sokan, hogy ez elvont. Ez olyan távol van a mindennapi élettől, nem igaz. Ez a mindennapi, hétköznapi életet érinti. Sokszor elmondtam, még elmondom, tessék megtanulni. Isten nem lehet valami. A valami ez a füzet. A valami egy kutya. Nem tud magáról, nem szabad és nem tud szeretni. Én szabad vagyok, tudok magamról, és képes vagyok szeretni. Isten nem lehet valami. Nem lehet világenergia. Ma oda züllik az ember, hogy imádják újra a napot, a holdat, meg az anyaföldet, a sárga földet imádni. Hát ide züllöttél. Hát a világ boruljon le, mert az ember a világ istene. Ezért olyan erőszakos szót használ a Héber Biblia, hogy Ádámnak, az embernek uralma alá vetett mindent, hogy tiporja. Ez nem azt jelenti, hogy tegye tönkre, hanem a keleti despotáknak az az abszolút uralma. Az ember az kis mozgó, kicsinyített, időbe, térbe megteremtett Istene a világ mindenségnek. De csak akkor, hogyha mi kapcsolatban vagyunk az örök Istennel. És most oda züllik az emberiség, testvérek, hogy újra azt imádják, ami valami. Az Isten nem lehet alattam levő lény. Hát akkor ott van, ahol egy légy van, vagy egy szúnyog. Isten csak valaki lehet személy. Ha pedig valaki, akkor hogyan lehet egyedül? Tessék elképzelni, hogy soha az életben nem találkoztál emberrel. Nem ismerted a szüleit, csak így a világra pottyantál. Tessék ezt elképzelni. Ez az a gondolkodás, amiről senki sincs fölmentve. És nem csak a zsenik tudnak gondolkodni, mi is. Tessék elképzelni, hogy soha egy emberi arcot nem láttál. Az maga a pokol. Az én az nincs egy te nélkül. És ha Isten egy valaki lenne, egy személy, az az isteni pokol lenne. Az unitárius vallásnak nincs igaza. Még üdvözülhetnek, de nem keresztények. A zsidók az Ószövetségben azért várják, hogy majd Isten még mond magáról valamit. Mert elküldi az ő lelkét, kiárasztja a lelkét, elküldi az ő igéjét. Testvérek, most vagyunk, most érkeztünk oda, ami az egész vallástörténetnek, az egész emberi szenvedésnek a megoldása.
Nem úgy, hogy a szenvedés eltűnik, de hogy mindent megkaptunk, hogy Isten nincs egyedül, hanem Atya, Fiú és Szentlélek. Vagyis apa, anya, gyerek. Ezért vagyunk a képére teremtve. Persze, most akkor nem mondd, hogy sokkal aktuálisabb az, hogy hány forintba kerül a kenyér meg a táj, nem igaz. Ami megdobogtatja a szívedet, az az, hogy az a kisunokát szeret téged. Hogy amikor kap az a kisgyerek ajándékot, és már odaérkezik, hogy ott hagyja az ajándékot, visszafordul és átöleli a szüleit. Testvérek, ez egy kicsinyített Isten. Nem lenne szerelem a világon. Értsd már meg, fiatal ember és lány, hogy a szerelem a Szent Háromságból való. A szeretet Istentől van, írja Szent János. Testvérek, hát ezt nyilatkoztatja ki Krisztus. Jézus Krisztus Istene, az Atya. De ő is Isten, és a Szentlélek is Isten. Mert Isten nincs egyedül. Egyetlen minden tudás van. Egyetlen teremtő akarat. Egyetlen önmagától való végtelen létezés. De három valaki. Persze nem úgy valaki, mint mi, hanem teljesen egymásban vannak. De azért az Atyával Jézus beszél. És az Atya szól, ez az én szeretett fiam. És mind a kettő kiárasztja a Szent Lelket. Mert testvérek, minden emberi szeretetben hárman vannak, mondja Szent Ágoston. Aki szeret, akit szeretnek, és maga a szeretet. A szeretet az egy személy. Ezért a házasság csúcspontja az, amikor születik a gyerek. Hogy a kettőjük közötti kapcsolat az valaki. Ő a mi, de ugyanakkor egy én. Most, hogy elválnak a szülők, akkor gyereket darabokba szétszedik, az idegrendszerét, a sejtjeit, a nemét. Szétrepítik a lelkét. A Szent Háromság Isten teremtette képére az embert. Testvérek, csak ez az Isten létezik. Az az Isten, amelyik nem Szent Háromság, az nem létezik. Ha én ezt nem tudnám, én lehet, hogy ateista lennék. És amikor megígéri a Szent Lelket, a harmadik isteni szemét, azt mondja Szent Pál, a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét adja meg nekünk. Igen, mert csak a harmadik személy, amikor kiárad az apostolok szívébe pünkösdnapján, akkor ők is föl lesznek emelve az isteni életre. Akkor értik meg, hogy Krisztus Isten. Mert ők is az isteni természet részesei lesznek. Pár perc múlva a plebánia templomba két kis fiút megkeresztelek. Az azt jelenti, hogy isteni életet kapnak. Az énjüket fölemeli az Isten. Krisztus, kiárasztva a szívükbe a Szent Lelket, Isten gyerekekké teszi. Ott belül a halál nincs. Ez a keresztség életadás. Milyen jó papnak lenni. Ez atyaság, mert a szülei csak testi életet adtak. A pap keresztelése által merítsetek alá mindenkit az Atya, Fiú, Szentlélek életében, mondja Krisztus a mai evangéliumban. Igen, testvérek, ez a kinyilatkoztatás teljessége. Azt mondja Szent Pál, hogy adja meg nektek a Szent Lelket, de nektek megadta, mert hisztek. Hogy megismer, hogy a kinyilatkoztatás lelkét adja meg. Mi az a kinyilatkoztatás? Az, hogy Isten önmagát Jézusban kinyilatkoztatja, föltépi önmaga létezését, és ennek a kis teremtménynek, az embernek elmondja, hogy én Atya vagyok, Fiú vagyok, Szentlélek vagyok, és ebbe a közösségbe hívtalak meg benneteket. Ez az a minden. Azt mondja az Úr, és az utolsó vacsorán minden tudtul adtam nektek. Erről beszéltem a múlt vasárnap. Mi ez a minden? Nem a világ ismerete. Azt tessék kutatni. Minden, amit Istenről lehet tudni, és minden, amit az emberről lehet tudni, lényegeset. Tehát azt,
hogy Isten szent háromság. Az Úr Jézus mindent elmondott az utolsó vacsorán, de az apostolok semmit se értettek meg. A szavait megőrizték, és amikor megkapták a kinyilatkoztatás lelkét, amikor pünköskor felemelte az Isten őket egy természet fölötti szintre, akkor megismerték Isten belső életét, az, hogy kicsoda a Jézus, ez a minden, ez a kinyilatkoztatás teljessége. Ebből mi mindent megtudunk. Testvérek, ezt a mindent vigyétek haza. Ez nem mindenre magyarázat. Krisztus nem azt mondta, hogy én vagyok a világ magyarázata. Tehát nem tudom megmagyarázni, hogy egy fiatalember miért halt meg hirtelenül. Egy testvérünk miért betegedett meg. Miért van szenvedés a világon? Krisztus nem magyarázatot adott, hanem megvilágítja. Azzal, hogy az ember akármit él át, örök dicsősége rendeltetett. Ez az a reménység, ez az az örökség, amely készen vár minket a mennybe. Testvéreim, és ez itt van már. Ez az a minden. Megmutatta nagyszerű erejét Krisztusban, amikor őt föltámasztotta és jobbrára ültette. Jobbjára ültette, mindig ott ült. Keleti kifejezés azt jelenti, hogy egyenrangú a királlyal. De mi történt a mennybe menetellel? Az emberi testet az Istenség dicsőségébe emelte. Az anyagot. Ez a jövő sorsunk. Ezért mondjuk a Hiszek egyben, várom a holtak feltámadását. De nem úgy várom, mint ami meglepetés lesz, hanem mint ami végbe ment a názáreti Jézusban. És amely, mint erő bennünk van a Szent Keresztség óta. Ő az egyháznak a feje, és az egyházat az ő testévé tette. Az egyházban mi hívek és papok tudunk bűnösek lenni, botrányos életűek lenni. Az egyház mégis szent. Az egyház nem a világ. A názáreti Jézus istensége van a hívek szívébe. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Igenis, nincs nagyobb szentség, mint maga az egyház. Egy látható jele annak, hogy az egész emberiséget Isten meghívta az örök üdvösségre. És az utolsó mondat, íme veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig. Minden nap. A szenvedésben is. Testvérek, én nekem nem a szenvedés azért a legnagyobb problémám, mert persze lehet, hogy azért, mert nem szenvedtem még igazán, hanem az öröm. Gyerekkoromban megtapasztaltam, hogy mennyire szerettem volna egy ajándékot kapni. Megkaptam. És hirtelen egy olyan sivárság fogott el, csak nem mertem mutatni a szüleimnek, hogy ne sértsem meg, hanem mosolyogtam, hogy de örülök. Nem örültem. Miért? Mert csak ennyi? Testvérek, ezt az intelligenciát, ezt a bölcsességet megkapta mindegyikünk. Örülni lehet ennek a földi életnek. De amikor az életünk örömnapjaiban vagyunk, akkor hát csak ennyi lenne. Mit érne a mi földi életünk? Ha Krisztus ki nem nyilatkoztatja nekünk az atyás, el nem küldi a Szent Lelket. Ha meg nem vált minket keresztjén kiontott vére által. Így viszont a pici öröm is végtelen lesz. Az, hogy a kertet rendbe tettük. Az, hogy a szobámat kitakarítottam. Az, hogy megfőztem egy jó ebédet. Testvérek, végtelen öröm lesz. A szenvedés pedig valahogy vigasztalásra talál. Testvérek, ez az a minden, amit vigyetek haza. Krisztus, aki az Atya kinyilatkoztatása. Krisztus Istene, tehát azt jelenti, hogy az általa kinyilatkoztatott Isten az Atya. De csak az ismeri Isten belső életét, aki onnét jött. És csak az ismerheti meg, aki megkapja a harmadik isteni szemét. Aki föl lesz emelve a Szent Háromság életére. Amen.